A Nemzeti Tehetségprogram keretében Megy a labda vándorútra című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter úti óvodájában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása című NTP-OTKP-18-0121 pályázati azonosító számon szereplő Megy a labda vándorútra elnevezésű nyertes pályázat 2018. szeptember és 2019. május között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter úti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 500 000 forint. A pályázati programban az óvoda délutáni pattogó, testi kinesztetikus tehetségműhelye vett részt 14 gyermekkel, Gyökeres Éva tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A 30 órás program célja a labdavezetési technikák elsajátítása, a gyermekek edzése, miközben megismerkednek a labdás sportágakkal, kézilabda, kosárlabda, röplabda, labdarúgó csapatokkal, a sporták szabályaival, közös programok során. A projekt során ügyességi labdajátékok, biztonságos labdakezelés alapjai, labdapattogtatás, dobás technikái voltak a fő elemek a műhelyfoglalkozásokon. A páros és csapatjátékok motivációt, bátorítást adtak a gyermekek számára, amellett, hogy az egészséges versenyszellem kialakítását támogatták. A városi sportcsarnokban a kézi, kosár és röplabda általános iskolai, középiskolai csapataival és edzőkkel, a műfüves pályán a futballcsapattal közös játékos edzésen vettünk részt. Ezek a közös együttlétek különleges együttműködés érzését jelentették óvodási gyermekeinknek. Élményszerző és lazító programokon vettünk részt, kirándultunk a püspökladányi Farkas-sziget arborétumba, a debreceni állat- és növénykertbe. A növény- és állatvilággal való ismerkedés, megtapasztalás mellett a kirándulások erősítették a tehetségműhely tagjai között az összetartozás, a közösségbe tartozás érzését. A karcagi Akácliget gyógy- és strandfürdő uszodájában szervezett látogatás során a tanmedence kipróbálása közben a gyermekek megtapasztalták a vízben történő mozgás örömét.